Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai baranyai és tolnai körképünkből megtudhatják, hogy a sportegyesületek hogyan készültek fel az újrakezdésre. Tartsanak velünk, érdemes lesz. Ha az utolsó meccs utolsó perceiben nincs szerencséje a Paksi FC élvonalbeli labdarúgó csapatának, a debreceni VSC otthonában kiesett volna az MB2-be, vagyis oda, ahonnan éppen 14 éve jutott fel az első osztályba. A sors azonban valahol igazságot szolgáltatott. Ostermayer Gábor csapata a koronavírus utáni folytatás 8 fordulójában mutatott stabil játékával és az ezzel párosuló pont erősségével a semleges szurkolók véleménye alapján is abszolút megérdemelte azt, hogy meghosszabbította MB1-es tagságát. 8 forduló volt még vissza a koronavírus miatt március közepén félbeszakított MB1-es labdarúgó bajnokságból a május 30-ai újraindulásnál. A kieséstől végig fenyegetett Paksi FC a megszerezhető 24 pontból 13-at begyűjtött, de ezzel együtt is a szerencse is kellett az utolsó meccs utolsó két percében a debreceni VSC otthonában a bentmaradáshoz. Amikor egy-egyes állásnál kétszer is a kapufa mentette meg a PFC-t a kieséstől. A Paksi bentmaradás a semleges szurkolók értékítélete alapján is abszolút megérdemelt. Bravúros győzelmet arattak a bajnokság meglepetés csapata a Mezőkövesd otthonában, és hazai környezetben x-eltek a Videotonnal, úgy szintén a bajnok Ferencvárossal is egy sokáig emlékezetes beszédtémát jelentő mérkőzésen, amelyen a rendes játékidő végén még a Fradi 2-0-ra vezetett. A hosszabbítás 6 percében azonban páratlan csoda történt. Előbb egy jogosan megítélt büntetőből talált be az utolsó negyed órában egyértelműen fölényben játszó Ostermayer csapat, és jött a menetrendszerűen sokadik jobboldali támadás az utolsó percének végén a téli új szerzemény Osváth Attila előkészítésével. A jobb hátvéd pompás középre ívelését a csereként beállt Sajbán egy szemfüles határozott mozdulattal juttatta Dibusz kapujában, és lett 2-2. Nagyon kellett a Fradi elleni Bravour X a bentmaradáshoz. Az élet ismételte önmagát a Debrecen otthonában is. Megint a jobbek küldte középre a labdát mérnöki precizitással, amiből ezúttal a tavaszi paksi gólvadász Könyves Norbert volt, ezúttal fejjel eredményes. Osváttal a csapaton belül elfoglalt helyéről, szerepéről még a Fradi meccs után beszélgettünk. Az első félidőben kevesebb akció jött a jobb oldalon, kevesebbet forgattuk a játékot, mint a második félidőben. Akkor is beléptem volna a játékba, de a második félidőben egy 2-0 után, vagy 0-2 után kicsit felszabadult, nem felszabadult abban, de kicsit könnyebben mertünk előre menni, hiszen nem volt vesztenivalónk. 0-0-nál azért egy kicsit óvatosabban játszottunk, nem akartunk nekiesni a Fradinak, hiszen egy pont is pont itthon. Szerencsére második félidőben már többször átforgattuk a labdát, többször jött felém a labda, igyekeztem kihasználni az adódó lehetőségeket, szerencsére a végén tudtunk rúgni egy gólt, és így 2-2 lett a meccs. Úgy volt aktív a jobb hátvéd, nem csak ezen a meccsen, hanem a többin is, hogy közben védő feladatát is maximálisan ellátta, nem volt előidézője egyetlen gólnak sem az összes meccsen. A paksi bentmaradásban egy hasonló meccsvégi feltámadás szintén szerepet játszott, Zalaegerszegen ugyanis 1-3-ról szintén az utolsó percben sikerült döntetlenre hozni a meccset. Mindez kevés lett volna, ha a kötelező győzelmeket nem hozta volna magabiztosan a pályán remek összmunkát mutató Tolna megyei zöld-fehér alakulat. A már kiesett Kaposvárt 3-0-ra, a Diósgyőrt 4-2-re győzték le a paksiak odahaza. Fradi ellen mindig nehéz játszani, hiszen 4 olyan játékosuk játszik elő, aki kis alacsony, pörgős, len van a súlypontjuk, nehéz felvenni a mozgásukat. Többé-kevésbé sikerült megcsinálni. Volt egy-két szituáció azért, amit jobban megoldhattunk volna, én is személy szerint, és hátul a csapat többi tagja, de hál' Isten örülünk ennek az egy pontnak így a 96. percben. Mivel nem a kiesés elleni ádász küzdelemről, az éppen hogy bentmaradásról, hanem sokkal nyugodtabb évről beszéltek az indulásnál, így nagy ünneplést nem csaptak a hajnali órákban hazatérvén Debrecenből a játékosok és a vezetők. A mezőny egyetlen kizárólag magyar játékosokból álló csapata, köszönhetően Ostermayer Gábor tavaly év végén bizalmat kapott vezetőedző munkájának, olyan erényeket mutatott fel a véghajrában, amire abszolút
lehet alapozni, ami magában hordozza a középcsapattá válás lehetőségét akár már jövőre. Osváttal, Szélpállal, Balog Balázssal, Könyvessel, Hánnal és egy újra egészséges Bödével is, és a berobbanás előtt álló Sajbán főszereplésével. A csapati játékosai július közepéig szabadságukat, jól megérdemelt pihenőiket töltik, ekkor indul majd a következő szezonra történő felkészülés. A minőségi képzésre is gondot fordít az utóbbi 3 évben újra beinduló szekszárdi vívósport. A szokásos 2 alkalommal is megrendezett nyári táborukba a szekszárdi kórházese szakosztály versenyzőinek fele jelentkezett, és a képzésbe egy korábbi aktív, Paksról érkező törvívó is besegített. Május közepétől beindultak a vívóedzések a szekszárdi kórház esénél. A 3 éve elindított nyári táborokat is a közelmúltban 2 hétvégén szintén megrendezték. A vírus okozta kiesés miatt, ha valamikor, akkor most tényleg szükség volt ezekre az elmélyültebb foglalkozásokra, kezdőknek, haladóknak egyaránt. Azokkal a gyerekekkel, akik legyenek kezdők vagy éppen haladók, azokkal sokkal komolyabban technikai szinten tudunk foglalkozni. Ez szombat és vasárnapi időszakban van. 2 hétvégét tartjuk, viszont 8-tól egészen délig, tehát ez összesen 4 óra egy szünettel. Sokkal több idő jut arra, hogy a technikával, a hibajavítással foglalkozzunk, és olyan egyéb kiegészítőket, vívást vagy mozdulatok, mozgás segítő kiegészítő eszközöket is tudunk használni, amit egyébként lehet, hogy az edzéseken nem. A képzésben egyre fontosabb egymás elleni asszók megvívására, és annak kielemzésére is több idő van, mint az évközi szokásos hétközi edzéseken. Akár a kicsiknek, akár a nagyoknak tudjuk azt biztosítani, hogy egymással dolgozzanak, hogy egymással gyakoroljanak, olyan eseteket, vagy olyan helyzeteket próbálni, amit az asszóban akár versenyen megélhetnek és tudjanak reagálni ezekre. A kórházese vívó szakosztályának a fele elfogadta a meghívást a táborba, 12-13 kisebb-nagyobb fiú, illetve lány vett részt ezeken a tábori edzéseken. Köztük olyanok is, akik éppen csak 1 éve látogatják Garai előtt törvívó edző foglalkozásait a sportág főhadiszállásának számító DNS Valéria általános iskola kistorna termében. Koller Bíborka Mária a kezdők közül nagyon várja már, hogy élete első versenyén részt vehessen, a heti 2 edzés és a nyári tábor után. Ez úgy kezdődött, hogy sok helyen láttam a vívást, és Pécsett a Szamárfül Fesztiválon ott próbáltam ki először, és megtetszett, és ugye volt itt Szekszárdon, és akkor megpróbáltuk. A kezdőcsoportból gyakorlatilag idáig, az év végéig mindenki eljutott olyan szintre, ami gyakorlatilag arra teszi lehetőséget, hogy egymásra tudjanak már asszózni. Tehát nem csak a lábunk, az egyéb technikai alapok megvannak, hanem körülbelül az év elejéig már egymással tudnak gyakorolni. És gyakorlatilag eljutunk néhány hónap után, tehát igazából majd májusig, hogy gyakorlatilag mindenféleképpen kell egymással. Hiszen ez egy olyan sport, egy olyan küzdősport, ami 2 fél között zajlik, tehát muszáj nem csak velem, mint edzővel gyakorolni valamit, adott feladatokat, hanem egymással kell. Úgy, ahogy gyakorlatilag minden egyes vívónak más a stílusa, más a felépítése, más a technikája, ezeket megpróbálni elsajátítani, én segítek abban, hogy az alapok meglegyenek, azokat a hibákat próbáljak javítani egyébként is a tábor alatt is, amit ugye látunk, tehát akár videófelvétel alapján, hiszen múlt edzésen videófelvételt is készítettünk, és aztán közösen kielemeztük, és kívülről megint csak máshogy látja ugye a saját magát a gyerek, a tanítvány, hogy hol vannak a hibák, el tudjuk mondani, hogy mi az, amit nem jól csinál, nem jól tart kézzel vagy lábbal, milyen tempóval megy, és akkor tudja javítani. És ez fontos, hogy ezekben az ilyen időszakokban ugye gyakorlatilag ezt is elsajátítsák. Az elmúlt 3 évben, hála a bőkezű központi támogatásnak, már rendelkezésre álltak és állnak azok a korszerű technikai berendezések, amelyek szükségesek a képzéshez, az ügyes, rátermett gyerekek tehetségének kibontakoztatásához. Garai előd örömmel újságolta, birtokukba került időközben az a felső vezetékes találatjelző rendszer, ami nagy segítség.
A válságos helyzet fokozatosan megszűnte át. Ma már a kórház ecse vívói újra rendszeres látogatói a regionális versenyeknek, és a legjobbak az országos döntőben való szereplést is kivívják a diákolimpiákon. Lambert Barna 4 éve törvív, sajnálja, hogy az idén a járvány miatt nem mérettethetett meg a diákolimpia országos döntőjébe. De ami késik, nem múlik. Kisebb versenyeken már bemutatkozott, szép eredményeket elérve. Az első év még nagyon így a megismerkedés volt a sportággal. Először még ugye mindent be kellett gyakorolnunk, aztán igazából egy második évtől kezdve jártunk el igazán versenyekre, ahol egyre több tapasztalatot sikerült szereznem, és idén már ez meg is mutatkozott. A szekszárdi vívótáborban egy volt paksi törvívó is segítette Garai Előd munkáját. Imrére a hétköznapokon is szükség lenne, tekintettel arra, hogy a szekszárdi sportág alapító, civilben szemészfőorvos Vastag Oszkár még besegít, ám hosszú távon ennyi gyerekkel valóban el kellene még egy szakember. Az Istvánnal mondjuk egyelőre most még egy rövid kapcsolatunk van erre a táborra. Szívesen lejár, és ugye jó pár éve nem vívott, illetve jó pár éve nem nagyon mozgott, de szívesen segít, és látom, hogy nagyon aktívan részt vesz a munkában, meglátjuk, hogy esetleg ősszel tud-e bármivel segíteni, ugye mivel nem szexuális, hanem pakson, akik, tehát ez talán a jövő zenéje, hogyha meg tudom fűzni, akkor tud segíteni. Akár úgy is, hogy Pakson, ahol immáron 20 éve megszűnt a vívósport, az általa felfedezett ügyes gyerekeket Szekszárdra a kórház eséhez irányítana. A magyar játékosok megtartása után kialakult a légiós kontingense is az Atomerőmű KSC, korábbi 2-szeres bajnoki ezüstérmes, 1-szeres magyar kupa győztes csapatának. Marad Erika McCall és Szára Krinnyics is, viszont a remek teljesítményt nyújtó fiatal irányító Ivana Dojkic visszautasíthatatlan ajánlatot kapott az Euróligás élcsapat Sparta Prágától. A helyére egy szlovén irányítót igazoltak le a szekszárdiak a fővárosi csata csapatától. Már a koronavírus kellős közepén hozzáláttak a szekszárdi kosaras klubvezetők a jövő szekszárdi női csapatának felépítéséhez. Talán ennek is köszönhető, hogy már április közepére kialakult az a véglegesnek tekinthető keret, amellyel nekivág az Atomerőmű KSC Szekszárd a következő szezonnak a női kosárlabda NB1-ben. És persze annak is köszönhető ez a nem vár gyors ügymenet, hogy a vírus jelentkező és várható negatív következményei okán nem jelentett be egyetlen komolyabb szponzor sem a korábbiakhoz képest csökkenő támogatást. Rögtön ugye elmentünk a szponzorainkhoz, akik szóbeli ígéretben azt mondták, hogy tudják tartani a korábbi évekhez képest a vállalásaikat, és így elkezdtük a csapatot építeni, ami gyakorlatilag április közepére teljessé is vált. A magyar maggal való megegyezést követően viszonylag gyorsan pont került a légiós összetételre is. Akiket nagyon szerettek volna, sikerült megtartani, de lesznek újak is, akik a múltjukból adódóan is úgy tűnik erősítést jelentenek. Érkezett Majas Korics, Szájse Gori, ők mind a ketten a DVTK csapatában voltak, valamint Zala Friskovec a csatából, illetve még 2 új magyar játékost igazoltunk, ugye egy régi új Zele Dorina, aki ugye korábban is 3 évet itt játszott, valamint Szabó Fanni személyében. Ezzel egy elég mély rotációs lehetősége lesz majd a szakmai stábnak. Aminek az élén továbbra is Gyokics Zsejko vezetőedző áll, aki nagyon szeretné, ha ezzel a kerettel az Európai Szövetséghez benyújtott szabad kártya megszerzésével, ez még kérdéses, a csapat lehetőséget kapna arra, hogy a legrangosabb kupa küzdelem az Euroliga selejtezőjében megmérethessen, amire már korábban többször is volt lehetőségük. Hogy akár vállalnánk az Euroligát is, persze jelen pillanatban ugye Európa Kupa résztvevők lehetünk csak, de van kérelmünk beadva a Nemzetközi Szövetséghez, valamint a Magyar Szövetség is tudja, hogy mi vállalnánk ezt a szereplést. A dolgok jelenlegi állása szerint a Magyarország szerelmes, ezen belül erős szekszárdi kötődésű amerikai Erika McCall visszatérése elől is elhárultak különböző akadályok, például a vírushelyzet, az amerikai női profi kosárlabda bajnokság kezdése körüli bizonytalanság. Vagyis a közönség kedvenc, minden idők talán legjobb szekszárdi női kosarasa már augusztusra a felkészülés kezdetére megérkezhet.
Inkább a vírus helyzettel lehet esetleg olyan, hogy nem tud ideérni, de alapul a terv az, hogy augusztus 10-én ő is megérkezik, és megkezdi a felkészülést a csapattal, és ez igaz minden játékosra, tehát minden játékosunk augusztus 10-i héten meg fog érkezni, és gyakorlatilag egy 7-8 hetes programot fog megkezdeni a csapat augusztus 10-én. Rákérdeztünk a klubvezetőnél, a fiatal horvát Szekszárdon berobbant, pont erős irányító Ivana Dojkić megtartása mennyire volt, illetve nem volt esély. Persze szerettük volna Ivanát megtartani, de ugye egy olyan csapathoz megy, most már hivatalosan ugye az USK Praha csapatához igazolt, ami ugye egy top Final Four-os csapat az Euroligába, aminek nyilván nem tudott nemet mondani, és ezt mi meg is értjük, és ezért erre nagyon büszkék is vagyunk, hogy gyakorlatilag ő most már a második játékos, akit a Prága tőlünk viszel ugye Teja Oblak után. Studer mellé egy szlovén irányító tehetség érkezik a fővárosi csata DS-től, de több új igazolás is meglehetősen otthonosan mozog ezen a poszton. Ági mellett ott lesz Szabó Fanni is, aki kiválóan tud irányítani, és ugye Zala Friskovec is bevethető ezen a poszton. Itthon kezdi meg augusztus 10-én a felkészülést a szekszárdi élvonalbeli női kosárlabda csapat. Két hét elteltével Roglába utazik, magaslati edzőtáborozáson vesz részt a Gyokics alakulat, amitől az előlét még speciálisabb megalapozását várja a szakvezetés, gondolva a nemzetközi kupák valamelyikében történő szereplésre is. Ebből az edzőtáborból már tavaly ízelítőt kaptak a játékosok, ami kaland, de most lesz igazán megpróbáltatás is. Tavaly is voltunk egy hetet, most azzal a különbséggel ott akkor egy hetet ott voltunk, és utána, illetve 5 napot ott, 5 napot tengeren, de most végig fönt lesznek 2 hétig, ezt követően fognak hazajönni, továbbra itthon lesz a felkészülés, lesznek edzőmeccsek hazai pályán 1-2 idegenben is hasonló száma, valamint ugye kint Roglába, és a Siókupa, amiről már körvonalazódik az 51. Siókupa, az 50-re szerettünk volna egy nagyot, de most az 51-re lesz egy nagy, ha minden igaz, egy 8 csapatos torna lesz. Az idén szurkoló csalogató durranásnak ígérkezik a Siókupa, amit továbbra is a szekszárdi születi napok részeként szerveznek, rendeznek meg. Remélhetőleg szekszárdi döntős, vagy legalábbis bronzmeccses szerepléssel, ami jelezné a KSC Szekszárnak továbbra is hazai és nemzetközi szinten babérok learatására készülő csapata van, illetve lesz. A Mozogjon elnevezésű jótékonysági sportdélutánt a Cutler Gym & Fitness Center lezárt parkolójában rendezték. A cél, hogy 30 hátrányos helyzetű, mély szegénységben élő kisgyerek részt vehessen az egyhetes balatoni táborban. A sportdélutánon befolyt összeget teljes egészében az élménytár tanodának ajánlották fel az edzők. A nap végén a Cutler Gym & Fitness Center felajánlásában az adakozók között értékes tombola ajándékokat sorsoltak ki a szervezők. Ismét összefogtak a pécsi edzők egy jó cél érdekében. 6 féle mozgásformát próbálhattak ki az érdeklődők a Mozogjon velünk elnevezésű sport délutánon. A részvételi díjból befolyt összegből 30 hátrányos helyzetű, mély szegénységben élő kisgyerek egyhetes balatoni táborosztatását segítik a szervezők. Az élménytár tanodában körülbelül 50 hátrányos helyzetű gyerek jár, akikből 36 minden évben igyekszünk elvinni a Balatonhoz táborozni. Közülük vannak sokan, akik akkor látják először a Balaton, úgyhogy ez minden évben nekik ilyen nagyon fontos szívügyük, hogy tényleg eljussanak meg, hát nyilván nekünk is, és ezért szerveztük most ezt a gyűjtőkampányt, illetve ezt a sporteseményt itt ma délután, hogy bárki hozzájárulhasson ahhoz, hogy ezt a 30 hátrányos helyzetű gyerkőcöt el tudjuk vinni a Balatonhoz. Május végén kezdtük a gyűjtést, sok kicsi sokra megy alapon, tehát tényleg pár ezer forinttal is be lehet szállni a kampányba. Összesen 1.100.000 forintot szeretnénk összegyűjteni, illetve ez csak a szállás, étkezés, utazást fedezi, és hogyha ezen felül még bejön pénz, akkor abból meg elmegyünk hajókázni, fagyizni, esetleg kalandparkba a gyerekekkel, tehát akkor így az élményfaktort is ki lehet még pipálni. A jótékonysági sport délutánt a Cutler Gym & Fitness Center lezárt parkolójában és bent a tükrös teremben tartották. Mindenféleképpen szeretünk részt venni karitatív programokban.
Általában, hogyha van lehetőségünk, akkor csatlakozunk a franchise-által kínált dolgokhoz is, illetve most a felajánlott lehetőséget is nagyon szívesen fogadtuk, és örülünk, hogy segíthetünk a gyerekeknek. A legprémiumabb és legnagyobb edzési lehetőségét nyújtjuk. 1300 négyzetméteren helyezkedünk el, van 320 darab öltözünk, és mindenféle sportolási lehetőség nagyjából adott a konditermünk területén. Spinning, gymstick muscle, balett alapú tánc, tréning, hip-hop és köredzés. Ennyiféle mozgásformát próbálhattak ki az érdeklődők június 27-én. A jótékony célú kezdeményezéshez 7 edző csatlakozott. Miután 30 gyermeknek a balatoni nyaraltatására gyűjtünk, úgyhogy sport az mindig jó. Én nagyon imádkoztam, hogy legyen jó meleg, hát ez így be is jött, úgyhogy reméljük, hogy minél többen fognak kijönni. Sokféle mozgásformát hoztunk el pont azért, hogy mindenki megtalálja az ínyére kedvezőt. A Mozogjon velünk elnevezésű sport délután spinning órával kezdődött. Kb. 4 hete kezdtük el a szervezést, és azonnal igent mondtunk. Én nagyon szívesen csatlakozom hasonló kezdeményezésekhez, mert eleve úgy gondolom, hogy a mozgás öröme egy felemelő érzés. Ha együtt sportolunk, az még inkább hozzáad ez az élményhez, és hogy az, hogy ma egy nemes cél érdekében húzunk sportcipőt és pattanunk nyeregbe, az pedig egy külön öröm, úgyhogy szívesen csatlakozunk legközelebb is. Egy spinning edzést fogok tartani, egy felszabadult tekerésre várok, minden mozogni vágyót, úgyhogy 40 perc kőkemény kardió. A jótékonysági sport délutánon bemutatót tartottak a Szakács Team fitness modell versenyzői, valamint csatlakozott a lányokhoz a Posgai Team egy sportolója is. Meg tudjuk mondani, hogy mutatni a szép számú közönségnek, hogy hogy néz ki egy igazi fitness bemutató. 4 versenyzőnk van, illetve van egy más kollega versenyzője is a Posgai Teamből nálunk. Ő első versenyes, ő most azért szállt be hozzánk, hogy egy kicsit gyakoroljon. Hát pontosan nem tudom még megmondani, hogy hány versenyen indulunk, hogy egyáltalán reméljük, hogy lesz szezon, reméljük, hogy nem tér vissza a koronavírus. Alsó hangon egy 5-5 versenyen azért mindenkivel indulunk, ezek között lesz nagyon sok nemzetközi verseny is az idén. Egy úgynevezett i-sétát fognak a lányok bemutatni, amit a színpadon egyénileg is megmutatnak. Nekem ez nagyon jó lesz csekkolni őket, tehát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ez a forma, amit most látunk, ez közel 70%-os. Tehát szeptember végén fogunk színpadra lépni, gyakorlásnak tökéletes. A spinninget gymstick muscle óra követte. Én ma egy gymstick órát fogok tartani, egy gymstick muscle-t. A gymstick az tulajdonképpen egy ilyen nagyon hatékony, funkcionális fitness eszköz, amivel a karunk és a lábunk össze van kapcsolva, egy gumikötél és a botnak az ötvözete, és ezzel erőállóképességet, koordinációt, különböző kondicionális képességeket lehet fejleszteni, úgyhogy most ezzel szeretném megismertetni a kedves résztvevőket, reméljük, hogy sokan itt lesznek és támogatják a rendezvényt. A gymstick nagyon népszerű, most kezd el terjedni igazán Magyarországon. Igaz, hogy már 10 éve oktatjuk és vezetjük a gymstick tréninget, de most kezd népszerűsödni. Tulajdonképpen egy hordozható konditerem áll a kezünkben, a gumikötél és a bot ötvözete által. Különböző ellenállású eszközök léteznek, a kezdőtől egészen a haladóig, akár 30 kg ellenállást is tudunk vele véghez vinni. Nagyon hatékony és ízület kímélő, mert a gumiszallag ugye nem terheli annyira meg az ízületeket, mint hogyha rendes súlyzórúddal edzenénk. A gymstick muscle után a benti tükrösterembe vonultak a résztvevők, és egy balett alapú tánc tréningen vettek részt. Zsófival, Tasnádi Zsófival vagyok kapcsolatban, és ő mesélt arról, hogy mire gyűjtenek idén, és eszembe jutott, hogy felhívom Lindát, és megkezdem tőle Boros Lindát, hogy tudunk-e, dugjuk össze a fejünket, és találjunk ki valami jó kis programot. Én balett alapú tánc tréninget fogok tartani. Hogy ne ijedjem, hogy mindenki nem klasszikus, tehát a klasszikus balett elemekre épül, de másként, hogy kicsit megközelíthető legyen mindenki számára, akik eddig nem jártasak, vagy nem voltak, és csak kíváncsiságból jönnek. A június 27-i sportnapot Horváth Tamás hip-hop órája és Reisz Dániel köredzése zárta. A nap végén a Cutler Gym & Fitness Center felajánlásában az adakozók között értékes tombola ajándékokat sorsoltak ki a szervezők. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!